Franciaország szerte megállt az élet, és az utcákon tüntető tömegek vették át a buszok helyét. A szakszervezetek két héten belül másodjára hirdettek országos sztrájknapot a kormány tervezett nyugdíjreformja ellen. Eszerint 62-ről 64 éves korra emelnék a nyugdíjkorhatárt. Ez az állampolgárok lázadása. A kormány el akarja venni tőlünk a jogot, hogy emberhez méltó életet éljünk. Egy bizonyos kor után a test, az elme és az idegrendszer elhasználódik, és ilyenkor abba kell hagyni a munkát, mondta Jean-Luc Mélenchon korábbi szélső baloldali elnökjelölt. Egész kedden ritkábban jártak a tömegközlekedési eszközök, az állami vasútvállalat pedig arra kérte a munkába ingázókat, hogy inkább otthonról dolgozzanak. Az Air France minden tizedik európai járatát törölte. Egy párizsi férfi arról beszélt, hogy nem tudott eljutni a tüntetésre, de támogatja a tiltakozókat. Szerinte nem szabadna ilyen sokáig terhelni a nőket. Azt mondták, hogy legyünk megértők, de vajon a kormány is megértő velünk? Ők foglalkoznak a mi jólétünkkel. Szerintem egyáltalán nem, panaszolta egy maszkos tüntető. A parlament február 6-án tárgyal a nyugdíjreformról. Az ellenzék eddig 7000 módosító indítványt adott be. A kormány nyitottnak tűnik kisebb engedményekre, de a korhatár megemeléséből nem enged. A szakszervezetek minden hétre sztrájkot terveznek addig, amíg a Macron vezetés meg nem hátrál.